Jó reggelt kívánok mindenkinek! Innen Madridból következik egy napi vlog, és tegnap este érkeztünk a szállásra. Akkor már nem volt energiám felvenni, de kezdődhet először is egy room tour. Itt van a bejárati ajtó. Először is akkor nézzük a konyhát. Igazából semmi extra. Nagyon kicsi tűzhely, mosogató, és még nem mosta el Milán a tányérját. Tök mindegy. Itt van a kis mikrónk. És igazából ennyi volt a konyha. Itt a csodálatos ágyunk egy Milánnal. Természetesen Milán nem kapható ehhez a szálláshoz, úgyhogy jegyezzétek ezt meg. Utána pedig itt van a nappali féleségünk a sarokba. Nagyon tetszik amúgy ez a kanapé, mert egyébként nagyon kényelmes. Tegnap ezen néztem a spanyol szappan operát. Hát ez egy teljesen És itt a tévénk. Ami eléggé furcsa, mert hogy itt az étkezünk, és nem értettük, hogy a tévé telibe szembe van az étkezővel, és hogyha most ide leülünk, akkor így... Itt vannak a kis elektronikai kütyüjeim, van jó kis légkondi, és éppen jön rám a jó hideg. Puk! Magic! Tök jól néz ki. Nos, a fürdő annyiból áll, hogy van itt egy mosdókagyló, van a WC, és a zuhanyzó. Sziasztok, Paula vagyok! Nem is szoktam ilyen hanggal beszélni, de akkor Milán kedvéért a következő az lesz, hogy reggelizni fogunk. Finom bagettet, vettünk hozzá nagyon finom sonkát is, meg sajtot. Utána pedig én nagyon szeretnék kávézni, és mivel itt nincs kávéfőző, hallod anya, nincs itt kávéfőző, ő fogja szerintem a legjobban megérteni, ezért le kell mennünk venni kávét, és amúgy kíváncsi, hogy elvileg anya szerint nem finom a kávé, de annyira nem akarok ebbe bízni, úgyhogy le fogunk menni, és iszunk egy kávét, és utána valószínűleg körbesétáljuk ezt az egész helyet, ahol itt vagyunk, mert így nagyon az első napra nem tervezte Brogi, csak a második napra. Szóval most így sétafika lesz. Van vízforralónk. Köszönjük. Most, hogy a Pomi konyhája indul, most kéne egy mítál. Reméljük nem olyan lesz, mint Montenegróba. Nagyon jól sikerült el átlakostoltának volna, mindent eltelt. Amúgy a kinti hely az olyan, hogy itt a főbejárat, és egyébként ott vagyok én, és úgy van, hogy olyan, mintha egy nagy lakás lenne, és különböző szobák is, és azok a szobák, azok ilyen lakások. Szóval ott is vannak, meg előbb ott kiabált egy néni spanyolul, és nagyon ijesztő volt. És amúgy itt van ilyen központi hely. Itt vannak az edények, meg innen loptam egy szivacsot, és szerintem mély tányér nem nagyon található itt. Sérzsendag. Blöty. Egyébként Milán adagja 10 szokott lenni, ne kérdezzétek. Otthon van, hogy az egész tojáspekket benyomja nekem. Tojáspek? Hoppá! Ez már külföldi jó. Úgyhogy, hát ha már külföldin vagyunk, akkor külföldin. Külföldin vagyunk, akkor külföldin beszélünk. Fölvágom. És megeszed. És te itt tenni fölvágom, és ide tenni, hogy süljön, piruljon. Nehogy. Utána itt vannak a finomságok hozzá, úgyhogy valószínűleg ezt kettőt fogom kombózni, mert nem nagyon vásároltunk mást. Léni sonka süt. Léni sonka süt. Ez nem lehet elrontani, nem véletlenül csinálom ezt. És nem véletlenül ezt veszük. Annyira kinézem belőled, hogy ezt is elrontod. Nem látszik, már annyira nem vészes. De itt... Na, szóval a sztori az, hogy a második világháborúból, amikor a tüzelőgépet feltalálták... Magyarul a barátnőjével csinált... Meglőtte, elmondhatom az eredeti sztori? Magyarul a barátnőjével készített bundáskenyeret, és leforrázta magát az olajjal. És akkor beleflacsant a bundikenyér, de a második világháború sokkal hihetőbb volt. De mindenkinek a második világháborús történet, mert hogy ne égjen be, hogy ilyen béna. Ó, micsoda, micsoda mestermű lesz. És elkészült! A Mr. Mű. A Mr. Mű tojás rántotta. Finom olavat vajás
kenyérrel. Végre elindulunk. Azt hittem, soha nem fog bekövetkezni. A kedves Milán, hogy sokat tudtok tojázni. A szokásos filmezzünk klipbe. Egyébként itt lakunk. Igen. Legfelül. Egy luxus hotelben 20.000 euró per nap, de hát semmi baj, megtehetjük. No problem. Jana. És akkor most fordítsd meg. Na jó, itt lakunk. Egyébként jó, itt lakunk. Igen. Hol vagyunk? Plata Mayor. Hogy kell kimondani? Plata Mayor. Igen, mindjárt elkezdjük a Rockit. Megnéztük ezt a csodás szobrot, amit szerintem ti is láttatok, de mivel Milcsi nem tudom, hogy mennyire mutatta meg, inkább megmutatom így. Ez egy csodás hely. Igazából megmutatom az egészet így körbe. Ez egy ilyen hatalmas központ, és ez egész körbe ilyen étkezők, meg kávézók. Pomszó kapitány, meséljen a kávéháról. Itt vagyunk egy kávézóba, és Milu kért a kávéhoz egy kis tejet. És megkapta, és milyen cuki. Nagyon kis aranyos. Bárki jön Madridba, ide mindenképp jöjjön el. Most egy ingyen reklám, de mert nagyon finom itt a kávé. Én egy lattét kértem, vagy hát Pomi kérte a lattét, én is amerikai kávét kértem. És természetesen de... az úr mindig elvállalja, hogy a rosszabbat megissza. De nem volt rossz, csak ugye a tömény kávé, és ugye én nem bírom, és akkor ezért kértünk hozzá tejet. Itt, de hogy beleöntöttem, meg rakott hozzá a cukrot, úgy nagyon finom. Most végeztünk a kávézással, nagy nehezen kijöttünk ma, amúgy nagyon jól elbeszélgettünk bent, és nagyon hangulatos volt és szép. Viszont még nem vagyunk éhesek, úgyhogy nem fogunk ebéd után kutatni, hanem most inkább így körbe sétálnánk így a lakásunk környékén lévő helyet. Guys, következő állomásunk egy étkezésre felhívó, elképesztően gusztusos reklám, ahogy két emberket tömi magában. Magában? Mi? Hát magában végül is a halakat. Polip. Elérkeztünk a Calle de Miguel szervethez. Gyönyörű szép graffitivel végig van pakolva az egész utca, de most nem fogok végig sétálni, mert lusta vagyok. Na, szóval végeláthatatlan graffitik sora, hada. Milyen gyönyörű. Két darab parkot jártunk meg eddig, és csak az egyik volt füves. Szóval nem tudom, hogy a másik miért volt ilyen kihalt, de nagyon para volt, mert semmi zöld nem volt benne, és mégis parknak nevezték. Mondjátam, valami sivatag, de azért itt, ha körben igen, nézünk, de itt, közösen. Itt mindjárt körbe is mutatom, várjatok. Szóval azért... All green. Itt azért, na, azért akad egy kis zöld, és... megnéztük, mert itt tök jó instaképeket lehet csinálni. Egyet már ki is tettem, szerintem úgy is láttátok már. Ha még nem, akkor itt kövessetek be. Lassan hazamegyünk egy kicsit pihízni, meg kéne valami hamit venni, meg inni. Gyerünk, Mans. Veled van az erő. Meg is érkeztünk a vásárlásunkból. Elmentünk még, mielőtt hazamentünk volna vásárolni. Azt és... ajánlom, hogy mielőtt még elkezdem én magyarázni, hogy miket vettünk, ezeket eldugom. Igen, ezt anya nem láthatja. Jaj. Tulajdonképpen mindent eldugott. Kicenzúrázom. Hű, az látszott. Várjál. Na szóval. Nem. Még nem szabad? Jó. Most mehet. Na szóval, tök ezeket vettük, egészséges életmódot, igen, élő, bonget, meg ugye teljesen minden okés. Opa, ez egy fánk. Szóval egy narancs, szóval ezt akartam. Narancsot emelni. Vettünk, almát, narancslevet, egy kis kolbászt, ugye kenyeret, meg sonkát. És a maradék, ami ott van, az semmi, az nem fánk, meg semmi olyan dolog. Kenyér, igen, meg semmi sütemény, meg a táskában amúgy nincs palacsinta. Milyen palacsinta?